megtartották az Ökumenikus Női Világi Manapot Hévízen a református templomban. Ez alkalomból a református és német evangélikus gyülekezet nőtagjai tartottak közös imádságot. Az idei évben a Vanuatui Köztársaság keresztény asszonyai állították össze az imanapi füzetet, amely alapján ma együtt megtartjuk ezt a közös istentiszteletet. Nagyon szép az idei évnek a mottója. Máté evangélium a 7. részének 24-től 27. terjedő versé alapján, a kősziklára épített ház példázata alapján, hogy biztos alapra építsünk. És ugye elmondja nekünk ott az ige, hogy a biztos kőszikla alap az életünkben Jézus Krisztus. És erre van most nagyon nagy szükségünk, hogy ebben a nehéz időben ráálljunk a biztos alapra, higgyünk Jézusban, imádkozzunk hozzá, kérjük az ő segítségét, hogy megtartassunk. Nincsen Isten nélkül segítség és ívesség. A világnap imáit minden évben egy nehéz helyzetben lévő országért ajánlják fel. Ilyenkor mindenütt a világon értük imádkoznak a női közösségek. Itt most kimondottan a Vanuatui Köztársaságban élő emberekért, keresztényekért tartják meg az Isten tiszteletet. Az idei évnek külön aktualitása, hogy a világjárvány megszűnéséért is imádkoznak a közösségek. Mi ezt a világimanapot 4 éve szervezzük közösen a református templomban. Korábban sajnos csak mi a német gyülekezettel tartottuk meg. Nagyon örülünk neki, hogy most már a magyar testvérekkel közösen imádkozhatunk a világimanapon. Boldogok vagyunk, hogy a lezárások előtt ezt a napot még meg tudtuk tartani. Az úrasztalán elhelyezett szimbólumok a Vanuatui Köztársaságot jelképezik. A zászlójuk színei mutatkoznak meg a textíliákban. Keresztény ország lévén a Biblia és a kereszt is fontos szimbólumként szolgál. A gyümölcseik és tárgyaik megjelenésével pedig az imádkozó közösségek belehelyezkedhetnek abba a környezetbe, ahol az ottani emberek élnek.